Üdvözlök mindenkit, nekrokrém vagyok. Hát gyerekek, igen, jól olvassátok a nekroármi visszatér. Tudjátok, mert nem megy sehova. Jó? Na, de itt, itt most rögtön a videó elején elmondom, mert tudom úgy se nézitek végig. Figyelek, jelentkezni lehet a videó leírásában található Discord szerveren. Mert hogy mondom, mi a helyzet. Tudom, hogy sokan szeretnétek azt, ha visszatérnék a warframe de sajnos számomra még nem telt el annyi idő, hogy úgy érezzem, hogy valami frisset és újat nyújt a Warframe. Habár lehet, hogy nem kéne figyeljem a híreket. Időről időre néha visszamegyek, hogy nyomkodok egy-két gombot, de tudjátok, az izom memória még mindig megjegyezte a gomb kombinációkat, szóval még nem telt el elég idő ahhoz, hogy én egy friss fejjel hozzá, hozzá tudjak szólni, vagy újra-újra Warframe-mel játszak aktívan minden nap. Viszont hát átadom a stafétabotot. A Necro Army egy nagyon jó kezdeményezés, volt annó, és, és rengetegen voltunk, és nagyon jó volt, és imádtam az egész közösséget, és nem is szeretném, hogy elhaljon, és úgy gondolom, hogy egy bizonyos szinten annak ellenére, hogy nem foglalkoztam a Warframe-mel aktívan, annak ellenére még egészen jól meg vagyunk Viszont szeretnénk, szeretnénk, hát relatíve szeretnénk újra feléleszteni ezt az egészet. Ezért én úgy döntöttem, hogy átadom a stafétabotot Hunter kollégámnak. Na most Hunterről mit kell tudni? Tudjátok, van, én voltam az arca a Warframe-nek, úgymond a Youtube csatornámon keresztül is rengeteg videót csináltam, és klánomban rengetegen jöttek. Köztük valamikor nagyon-nagyon régen, ős régen jött Hunter is. És Hunter az a fajta játékos, aki, aki úgy ott van a klánban, úgy, amolyan csendesen el van, de valójában neki vannak a legópép Warframe-jei. Szóval a, azt kell mondjam róla, egy fantasztikus játékos, és várja érti a játékot. Tényleg nagyon érti a játékot. Szóval ő úgy döntött, hogy visszatér a Warframe-be. Egy azt mondom, mindannyian ott hagytuk, amikor a Warframe -e kicsit lejjebb volt, meguntuk. Hát ja, azt hiszem 7 hé évig játszottunk együtt. Tehát így katasztrófa. Szóval. Ott hagyta, de visszatért. És megértem, hogy miért tért vissza. A Warframe megint nagyon jó lett. Kezd endgame lenni benne, és ez új új kihívásokat ad. És Hunter úgy döntött, hogy átvenni a stafétabotot tőlem a Necro ba és szeretné ezt újra feléleszteni. Úgyhogy ezért is mondom, jelentkezés link a öm, videó leírásában. Szóval. Létrehozott egy új Discord szervert, mert a TNA érthetően, tehát a NecroArmy Discord szerver érthetően nem annyira aktív már az évek alatt, mert én már ugye elhagytam a játékot, viszont létrehozott egy új Discord szervert, ahol, ahol szeretne segíteni az új Warframe játékosoknak, öregeknek is, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy formáljatok egy közösséget, és mindenre a NecroArmy-nak az erőforrásait felhasználva, mondhatni klánkész, dojo kész, közösség kész, discord kész, minden kész van, és úgy gondolom, hogy nincs egy jobb játékos a nekroármiba, mint Hunter, aki átvehetné ezt az egészet, és, és csinálhatná. Szóval így állunk, gyerekek. Nem hagytam el a gaminget. Lehetséges, ki tudja, nem tudom, lehetséges, hogy a Youtube-ot sem hagytam el, de tíz évig csináltam, és természetesen kell egy kis szünet... És szívben mindig gamer vagyok, és az is leszek, de attól még, hogy nem csinálok videókat, én még ott vagyok, és valószínűleg Hunteréknál is ott vagyok, mint a háttérben, épp azon röhögött, hogy olyan vagyok, mint a Darth Vader. Most én, én leszek háttérben, ő lesz előtérben. Kövessétek be Twitch-en, streamel, és mondom, egy olyan Warframe játékosról beszélünk, aki nagyon régóta játszik, és nagyon érti a Warframe-eket, bildeket, igazából mindent. Szóval uh, rengeteget segített nekem is uh, annó, úgyhogy, uh, ja, ja, egy uh, nála jobb játékos azt hiszem nem is találhatnék. Én csak uh, annyit tudok mondani, remélem, hogy kitart uh, mellette, és reméljük, a warframe kitart és szolgál majd olyan minőségű anyaggal, a, amitől a játékosoknak érdemes visszatérni, és most, hogy mondhatni azt, hogy steve legköszönőben vannak, és egy új generáció veszi át a warframe azt hiszem, hogy egy egészen jó irányba tart. De jó, meglátjuk, mit hoz a sors, és mint mondtam, jelentkezzetek a Necro army -ban. link a leírásban, Hunter a főnök, én Max csak néha felköszönök, hogy azt mondjam, hogy hello, sziasztok, és remélhetőleg hogy a Necro Army megint csak egy olyan közösség lesz, mint ami volt. Meghívásnál egyelőre Hunter, de szabad meghívás van. A klánban mindenki meghívhat mindenkit. Ez már egy nagyon régóta egy szabály. Mindig is szerettem volna megtartani ezt a közösség részét. Ha van egy kezdő és új játékos, akkor legyen egy klán, ahova be tud csatlakozni, és legalább a klánból kivehető dolgokat meg tudja szeretni. Szóval ez is, ezzel is segítve a magyar Warframe közösséget és ez megmarad, szóval öm, mindenki meghívhat mindenkit srácok, rövid videó, de ennyi lett volna remélem sokatokhoz eljut passzoljátok tovább az infót töltsétek meg újra a necro army -t. jelenleg kb. 300-on vagyunk úgyhogy, ja köszönöm a figyelmet sok sikert, Warframe ezzetek, sziasztok